Uništili ste 20 godina života ovoj zemlji. Onda ste dovršili svoje oblačenje, skinuli bedževe i zakoračili ovde pred nas ambicijom da nas prosvetite zbog toga što danas govorite ono što su mi govorili pre 20 godina. Bírálta a hatalmi koalíciót Csedomir Jovanović, a Liberális Demokrata Párt elnöke. Heves vitával indult a parlamenti ülés. Az egyetlen napirendi pont megtárgyalása helyett egymás becsmirelésébe kezdtek a kormány és az ellenzéki pártok. Ja vas molim da u predstojećem toku rasprave se držimo teme i kažete zašto je predlog izmena i dopuna zakona o ministarstvima loš, a zašto nije. Ono što sam govorio, iza toga stojim svakom svojom rečju. Ako nekome smeta jezik srpski na kome sam govorio, neka prvo na srpski prevede ime svoje stranke. Példátlan a miniszterek fölényes viselkedése a parlamentben, állítja a Demokrata Párt. Nikada nismo doživeli ovako brutalno vređanje narodnih poslanika od strane ministara. Mi nikada u svojoj istoriji parlamentarizma nismo ovo videli. A 90-es évek radikalizmusára hasonlítanak az igazságügyi miniszter megnyilvánulásai, mondta Bojan Gyuritja, az LDP politikusa. I mi ne možemo da prevodimo gospodine Selakoviću na ime naše partije na srpski jezik. Ono je već na srpskom jeziku. To ste vi uradili, pa ste valjda ime partije preveli iz Srpska radikalna stranka u Srpska napredna stranka i time to preveli na srpski jezik. Nebojša Stefanović, a parlament elnöke felszólította a képviselőket, hogy tartsák magukat a napirendi ponthoz. Pošto a rasprava je zaista krenula u pogrešnom pravcu. I ovo su reči koje ne treba da se koriste, ali ja sam u duhu demokratske borbe pustio sve. Hat hónap után csupán a gazdasági és pénzügyi tárca külön választásával állnak elő, bírálta a kormány átalakítási folyamatot a Szerbiai Demokrata Párt. A hatalom a kormány átalakítással csak időt kíván nyerni, kritizál az ellenzék. Sokkal fontosabb dolgok is vannak az országban a kabinet újra szervezésénél. A közbiztonság romokban hever, sohasem volt ilyen rossz a helyzet. Novi Sad je postao kao Chicago. Malo, malo pa se puca. Jer će to ova rekonstrukcija vlade, odnosno predlog zakona o izmenama i dopuna zakona o ministarstvima rešiti. Az új miniszterek kinevezésére akkor kerülhet sor, ha a képviselőház elfogadja a minisztériumokról szóló törvény módosítását. Az eddigi tisztségviselőknek pedig le kell mondaniuk, vagy menesztik őket. A módosítási vita 2-3 napig is eltarthat. Az új kormánytagok kinevezéséről még a hét folyamán tárgyalhatnak majd a parlament újabb ülésén. A jelenlegi helyzet alapján a Vajdasági Magyar Szövetség ellenzéki pozícióból politizál majd a kormány átalakítást követően is. Nem kívánnak a kormányban részt venni, de minden olyan kezdeményezést, amellyel egyeznek, támogatni fognak, mondta korábban Varga László, a VMS köztársasági parlamenti képviselője a Pannon RTV-nek.